Sziasztok! Ebben a videóban az Ariked új AI-s kiegészítőjét fogjuk feltelepíteni Windowsra. Ha nem néztétek még meg az előző videómat, hogy mit telepítünk, akkor nézzétek meg, leírásban megtaláljátok a linket. Vágjunk is bele! Fölmentek a hivatalos Graphisoft honlapra, és ott ezt is lelinkelem, hogy hol tudjátok letölteni. Ott rámentek, hogy Apple-re vagy Windowsra szeretnétek letölteni. Kb. 20 GB-os a kiegészítő, úgyhogy egy ideig eltart, amíg leszedi, de egy ilyen tömörített fájlt kaptok, amit kicsomagoltok, és hogyha megvan a kicsomagolás, akkor két darab mappát találtok benne. A WebUI nevezetű fájlt át kell majd másolnotok a C meghajtótok gyökérkönyvtárába, tehát csak rámentek, hogy C, és oda bemásoljátok a WebUI végződésűt. Majd, ha ez megvan, akkor visszamentek, és a másik mappát, az add-ons-os belementek, és az extrákat is átmásoljátok, ezt a C. Valószínűleg, ha a Arikedetek a C-n van, akkor a C-re, azonban is a programfájloknál megtaláljátok, hogy Graphisoft, majd a 27-es Arikedbe belementek. Itt megkeresitek, hogy kiegészítők, vagy angolul add-on, és ott egyszerűen csak bemásoljátok az extra mappát. Angol és magyar Arikedhez is be tudjátok másolni, úgyhogy nem lesz gond, hogy angol vagy magyarotok van, mert fog működni. Hogyha ezek után megnyitjátok az Arikedet, és rámentek, hogy ablak, paletták, és akkor meg is fog jelenni a kis oldal, az AI Visualizer, elfogadjátok a feltételeket, és mehet. Nyilván a kiegészítő angolul lesz, de a magyar Arikedhez is fel tudjátok rakni. Tehát meg is jelenik. Föl is telepítettünk, nem is volt bonyolult, de hát mindig történnek nem várt események. Belefutottam én is pár érdekességbe. Hogy tanuljatok ti is belőle, megmutatom. Hogyha rámentek az ablakra, palettákra, és nem aktív a lap. Ez akkor fordult elő, amikor csapatmunkába próbáltam megnyitni, és le kell töltenetek a fájlt, és akkor lesz aktív a paletta. A következő érdekesség akkor történik, hogyha rámentek a generálásra, és ezt a hibaüzenetet fogja kiadni, akkor nem indítottátok el az AI Engine, tehát Start AI Engine-re nyomjatok rá, és utána generáljatok, akkor megoldódik ez a kérdés. A következő hibával az első telepítésnél találkoztam, ugyanis a gép nem volt megfelelő, amire telepítettem. Ha előkeresitek a videókártya dobozotokat, ez telepítés előtt ajánlom, hogy megcsináljátok, mindenképpen 8 GB, minimum 8 GB videókártya RAM-ra van szükségetek, és a kiegészítő sajnos csak az Nvidia-t és az Apple Silicon videókártyát támogatja. Úgyhogy nekem is ez az első gépen probléma volt, mert csak 6 GB RAM-os gépre próbáltam feltelepíteni. Nézzétek meg, a minimum 8 legyen, és hogyha nem működik a gép, akkor kérjetek kölcsön valakitől. Én is ezt tettem. Tehát amikor feltelepítettétek a programot, az nem vizsgálja, hogy a gép megfelelő-e, szóval sikerül rendesen feltelepítenetek, és amikor próbáljátok generálni, akkor fogja csak kiírni ezt a hibakódot, hogy nem megfelelő kapacitása van a gépnek. Illetve nem is ezt írja ki, csak hogy nem sikerült. Ha viszont jó a gépetek, és minden kritériumnak megfelel, és mégis kiírja ezt a hibakódot, azt ellenőrizhetitek el, hogy eléri a szervert. Azt úgy tudjátok megcsinálni, hogyha megjelenik ez a fekete doboz, és a böngészőbe a következő kis kócsot beírjátok, ezt a leírásban mellékelem, és hogyha előjön a felület, amin keresztül kommunikál az AI, akkor valószínűleg nem itt kell keresnetek a gondot.
hogyha nem jön elő, akkor valamit nem jól telepítettetek föl, valószínűleg, úgyhogy akkor azt javaslom, hogy próbáljátok a telepítést előről kezdeni. Ha ezen kívül bármilyen hibába ütköztetek, amire tudjátok a megoldást, léci, írjátok le, mert a többieknek biztos nagy segítség lehet, akik elakadtak. Köszi, hogy megnéztétek a videót, iratkozzatok fel a csatornára, ha szeretnétek több ilyet látni. Sziasztok!